Ócsán december 1-én tartották a közmeghallgatást. Egy évet ki kellett hagynunk, úgyhogy ez egy kötelező formula, egy évben a képviselőtestületnek közmeghallgatást kell tartani, gyakorlatilag ez egy testületi ülés, legalábbis ami a formáját illeti. Ebben az évben is, mint ahogy a elmúlt években, kivéve tavalyt, ugye, milyenkor beszámolunk és beszámoltam a gazdasági helyzetünkről, tehát hogy alakultak a bevételeink, kiadásaink, valamint nyilván felevelítettük képekben, hogy milyen beruházások történtek a városunkban. Ha a gazdasági mutatókat nézem, akkor azt gondolom, hogy jól-jól működtünk, minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hiszen a bevételeink azok elérik a tervezettet, a kiadásaink pedig a tervezett alatt vannak, és nyilván minden olyan beruházást, amit egy évvel ezelőtt célul tűztünk ki, azokat pedig meg tudtuk valósítani. Persze az év folyamán sokszor beszéltünk már erről, de én mindig azt mondom, hogy most is mondok, hogy van egy olyan mondás, hogy ami van, az már nincs, tehát nem árt, ha az ember többször elismétli, hogy mégis milyen változások történtek a lakhelyén. Ez történt meg most itt az elmúlt 25-30 percben. És ugyanakkor el is mondta, hogy a következő évben, években mi az, amit szeretnének, és nagyon sok projektet fel is sorolt, illetve megmutatott képekben. Hát igen, nyilván folytatnánk azokat a megkezdett projekteket, vagy beruházási csoportokat, amik már eddig is dolgoztunk, tehát folytatódnak az útfelújítások, Etele utca, Álmos Vezér utca, Széchenyi utca, az intézményeink megújulása, hiszen az iskola, óvoda, gimnázium vezetője, a szabadidőközpont vezetője is jelezte a felújítási igényeit, de vannak nyertes pályázataink, úgy, mint a bölcsöde pályázat, tehát a bölcsödét is bővíteni fogjuk, valamint a sokat emlegetett kisvárosi program keretében kapott pénzt is el kell majd költenünk, itt a Falu Tamás utca járdáját cseréljük ki, szabadidőközpont előtti parkosítás, parkolóépítés, vízelvezetés, valamint a temető kerítésének és járdájának a felújítása fog megtörténni. Ez egy komoly nagy csokor, és akkor még ott vannak azonok, hogy elkezdtük a szabadidőpark építését, készülnek a tervek, tehát nyilván abban is lépni kell majd, ha nem is nagyokat, de aprókat, és mindezek a beruházások azért nem mehetnek a működésnek a kárára, tehát elsősorban ezt kell majd biztosítanunk, de hát ugye a civil szervezeteket is támogatjuk, szociális programjaink is vannak, azokat is folytatjuk, úgyhogy van most egy ilyen jó nagy zsák, tehát nyilván nem úgy fogunk belenyúlni, mint egy zsákba macskát húzunk, hanem majd szépen kiborítjuk az asztalra, és majd az elkövetkező hetekben ezt sorrendbe állítjuk.